Nagy tisztelt és szeretettel köszöntöm Önöket. Könnyű zenei témával foglalkozunk a mai mozaikban, mert hogy ugye a könnyű zenei élet is valamelyest kezd visszazökkenni a régi kerékvágásba. Erre egy jó példa, hogy a Soprani Paradise is turnéba kezdett. Hogy miről is van szó, illetve hogy a Soprani formáció miként élte meg az elmúlt időszakot, arról is beszélgetünk Paul Dáviddal. Dávid, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én üdvözöllek titeket és a nézőket is. Szóljunk elsőként arról, hogy azt gondolom, hogy minden művészzenészt azért kritikusan érintett az elmúlt időszak, de azt gondolom, hogy bármelyik szektorra ez elmondható, de szerencsére megkezdődött ugye a kilábalás és az újraindulás, ez a ti esetetekben is igaz. Jól kezdtétek lendületesen az évet, aztán mi történt? Hát igen, jól kezdtük volna az évet, ugye elindult a tavaszi turnénk, és kemény két koncertig jutottunk el, játszottunk Pesten és Sopronba nőnap alkalmából a Búgócsigában, és hát éppen egy csornai koncertre készültünk volna, ez egy pénteki nap lett volna, és akkor jelentették be, hogy akkor itt most vége mindennek, és hogy most egy kis szünetet kell tartani, és hát azóta igazából ez jó is volt, meg rossz is, abból a szempontból volt jó, hogy tudtunk készülni a szeptemberben készülő lemezünkre, mert szeptemberben stúdióba megyünk, abból viszont rossz volt, hogy ugye ez az életünk, és hát most egy olyan dolgot vettek el tőlünk, ami a mindennapjainkat képezi, tehát ez a mindenünk. Igen, de szerencsére most már azért valamelyest kezd visszazökkenni az élet abba az irányba, ahol volt, de ennek van jó értelme is, meg jó oldal is, hiszen sok-sok zenekarral beszélgettem, és ők azt mondták, hogy a tagok akár online formában, de egyre inkább összejöttek, és több dolgot ismertek meg egymásról. Ti hogy tartottátok a kapcsolatot? Hát igen, mi is összejöttünk, tehát azért próbáltuk tartani ezt a 2 méter távolságot, vagy 1 méter, nem tudom mi volt megadva, de azért nyilván próbáltuk magunkat hasznossá tenni azzal, hogy azért készülünk a lemezre, hogy akkor ne csak otthon malmozunk, meg nem csinálunk semmit. Meg hát próbáltuk szervezni, meg reménykedtünk abban, hogy egyszer el fog indulni az élet, és hogy koncerteket szervezni akkor az őszre, vagy akár a jövő évre előre gondolni. Klip mikor jelent meg utoljára a Paradise-tól? Hű, hát ha minden igaz, akkor március, pont a soproni koncertünk után jelent meg a legutolsó klipünk, ami éppen a leendő lemezünknek az egyik előfutára. Mennyire tartjátok fontosnak, hogy klippel jelentkezzetek rendszeresen? Hát ez egy nagyon fontos dolog, mert a nézőknek mindig kell az új dolog. Térjünk arra vissza, hogy az a klip viszont emlékeim szerint egy emlékezetes forgatás után történt, ugye? Hát igen, az nagyon hosszúra nyúlt klipforgatás volt, mert olyan emlékeim szerint én délután 3-tól hajnali 5-ig forgattunk, tehát, és én még másnap mentem is dolgozni, tehát kemény fél órát aludtam otthon, mert már nem bírtam itt tartani a szemeimet. De ez tényleg nagyon jó volt, meg a Mészáros Márk dolgozott velünk, és tényleg nagyon jó munkát végzett. És hogyha már új album, arról már mindjárt beszélgetünk, mert ugye annál fontosabb, hogy végülis a turné újraindulhatott, ez a flancos flanc, igen. Ez azt jelenti, hogy több állomáson keresztül eljutok az ország különböző pontjaira. Mesélj róla, hogy kell elképzelni ezt a turnét, milyen dalokat visztek, hol zenéltek, és a többi, és a többi. Hát ugye először ott kezdem, hogy általában mindig próbálunk valami vicces turné nevet kitalálni éppen az adott részre, és ugye ez a flancos flanc, ez elindult volna tavasszal, de mivel ott abban maradt, ezért egész éven át folytatódni fog ez. Ugye tavaly Sabadaba volt, most flancos flanc, erre nincs magyarázat. És hát ugye Pesten kezdtünk, a Barba Negra trackben, édesapám még vendégeként, és ez a nyári turné, ez, ha minden igaz, 7 állomásból fog állni összesen. Egy-két várost, hogyha említenél? Megyünk Debrecenbe, leszünk itt Sopronba is augusztus 15-én a Búgócsigában, akkor megyünk Balatonboglára, BB Fesztiválra, az Ukendról Fesztiválra, Győrbe augusztus 19-én, az ilyen augusztus 20-ai rendezvény, és most így hirtelen. Tehát jó sok helyre. Hogyha már Sopron augusztus 15-e, gondolom én mindig jó érzés a szülővárosban fellépni. Arra a bulira, hogy készültek?
Hát igazából ezt a nyári turnét, ezt így egy februárban összeraktunk egy műsort, és egyelőre még ezt is fogjuk végigvinni. Tehát most oké, hogy megvannak az új lemezre a számok azért már egy körvonalakban, de nem szeretnénk erről még játszani, azt majd jövőre. Egy teljesen új műsorra nekiindulunk. Az eddig jól bevált Paradise Note-ákat fogjátok nyomni. Hogyha már Paradise, és azt mondtam, hogy jól bevált slágerek vannak, akkor a stílusotokra mi jellemző? Hát most a stílusban egy hangyányit változtunk, vagyis nem is olyan hangyányit, elmentünk egy kicsit keményebb vonalba, ami egyelőre úgy néz ki, hogy bevált. Tehát mi se gondoltuk volna, hogy egy olyan közönség, aki nem ehhez van szokva, ennyire veszi a lapot. Tehát, hogy... Honnan indult a Paradise? Ilyen rockos, nem? Hát ilyen dallamos rockzenéből indultunk, ilyen nem is tudom, hova tudnám sorolni magunkat, vagy hova tudtam volna akkor sorolni magunkat. És most már azért ilyen nagyon keményebb riffek, tehát azért nem megyünk el egy trash irányba, mert az nem a mi világunk, de egy ilyen modern metal zenekar lettünk, vagy valami hasonló. És közben megvannak a rock elemek. Igen, rock elemek, de ugyanúgy a dallamos ének az benne van, tehát abból nem akarunk elvenni, de vannak benne keményebb, hörgős énekek. És hát most ezt éneknek lehet nevezni. És közben pedig azért az üzenetek is benne vannak a dalokban, ugye, amit ti átéltek, ti megéltek? Hát igazából Zoli írja a szövegeket, tehát mi teljesen ráhagyatkozunk, tehát mi bele se szólunk. Sőt, igaz, nem is kell, mert ahogy elénk rakja a szöveget, talán hogyha az eddigi 7 év alatt kétszer kellett beleszólni, hogy figyelj Zoli, azt ott esetleg javíts ki, mert az ugye annyira nem jó. De a Bence is segít, például ahol megyünk stúdióba, Török Bálintra, a Bence is egy általában észreveszi az olyan kicsi hibákat, akit senki nem venne észre, és kijavítja. Milyen lesz az új album? Stúdióba mentek majd, nem először, hányadik is lesz? Hát ez, ugye van egy kis lemezünk, az 2015-ben jelent meg, ugye az első nagy lemezünk 2018-ban, Illúzió néven, és most 2021-ben fog megjelenni a harmadik lemezünk, második nagy lemezünk. Milyen keretek között zajlanak a stúdió munkálatok? Hogy kell elképzelni? Hát most ez egy elég hosszú folyamat lett, mert ugye az Illúzióra visszatérve ott azért három részbe vettük fel az anyagot, tehát ott általában mindig ilyen három napokat voltunk fenn, de most azért ezt nagy részt egybe fogjuk fölvenni, tehát szóval egy héttel számolhatunk, de ez a hét, ez mindenki ezt várja legjobban. Jó stúdióban van, igen, ugye? Igen. Akkor megvan, gondolom, a hangulat is. Hogyne, így van. Ugye? Nem akármi. És milyen lesz akkor az új lemez? Tehát amit kemény. Már el lehet árulni. Kemény. Hát ugye három előfutára van ennek a lemeznek, ugye a Köztünk élnek, a Nem másoknak éltem, és a legújabb. Aminek én is magam sem tudom a címét. Szóval ezt a hármat ezt már hallgatták, vagy hallhatták a nézők, és a maradék, azt hiszem még 8 számot fogunk fölvenni, az még titok. De sokkal keményebb lesz. Szóval erre nem fognak számítani. És nagyon-nagyon jó beszélgetni, mert ugye azért nálatok, hát van bizony zenész a családban. Én. Nálad is, Szokodi Zolinál is, meg még kinél? Hát a Pistiné is. Ugye ja, meg egyébként hogyne. És egyébként a édesapáitok, jó mindig az öreg a háznál, ugye, mennyire figyeli lelkesen a ti munkátokat? Esetleg mennyire szól bele? Nem szól bele, és hát a véleményét el szoktam mondani, de mindig azt mondja, hogy azt csináljátok, amit ti jónak gondoltok. És, tehát a kritikát azt mindig elfogadjuk, hogyha az pozitív irányba visz minket. Tehát, hogy most nyilván mindenkinek nem tudunk megfelelni. Tehát mindig lesz negatív kritika, mindig lesz pozitív, mindenkinek sose fogunk megfelelni. Ezt magunkba kell legjobban elrakni, hogy ez nem sikerülhet. De próbáljuk megfogadni. Uh-huh. Most nyilván a stílusunk, most így édesapámhoz visszanyúlva azért nem annyira közös, mert néha el szokott szörnyűködni, hogy milyen zenéket hallgatok. de kíváncsian várom a véleményét. Ugye Paul Misiről, a Lord Frontemberéről van szó, és akkor Dávid a fia, és összességében azért kíváncsi vagyok rá, mert hogy 7 éve működik a Paradise. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb sikerekkel, de nem egyszerű a zenei életben érvényesülni. Mit tapasztalsz, hogy mennyire van esély a Paradise-nak, hogy a mostani szinteket is meglépje, és egyre népszerűbb legyen? Hát egyre nehezebben. Most már az a baj, hogy egy olyan lépcsőnél vagyunk, amit
feltétlenül magunk nem tudunk meglépni, tehát mindenképpen szeretnénk egy menedzsert magunk mellé, aki segíti ezeket a lépcsőfokokat meglépni. Mert most nyilván egy évben ezt az évet hagyjuk, mert nem lesz annyi koncertünk, de azért egy évben szoktunk jutni egy 20-30 koncertig. De ennél többet szeretnénk. Tehát ennél több koncertre van szükség. Nem is feltétlen koncertekre, hanem tényleg interjúkra, akkor rádióba bekerülni, tévébe, stb. Most nyilván egy nem olyan stílust játszunk, ami feltétlenül egy rádióbarát, és nem is akarunk elmenni abba az irányba, hogy ez rádióbarát legyen, de azért hátha egyszer. Még annyit, hogy mik voltak a legemlékezetesebb bulik, és milyen nagy helyszíneken léptetek? Mármint most ebben az évben vagyunk? Hát úgy összességében. Hát nagyon-nagyon-nagyon sok koncert van a hátunk, és hát nagyon sok ez alatt a 7 év alatt azért már lassan közelítünk a 150 fölé, de talán a legemlékezetesebb az a 2018-as Volt Fesztivál. Amikor fél hármas időpontot kaptunk, és a Jana színpadot eliraktuk. Délután fél háromkor. Az igen. De közben Barbanegrában, meg egyéb helyszíneken, Lord előtt, sok-sok emlékezetes koncert van, és szerintem lesz is a Paradise-t a legközelebb majd Sopronban, augusztus 15-én, Bugócsiga, Acoustic Gardenben. Dávid, akkor jó turnét, sikeres turnét kívánok, vigyázzatok közben magatokra, meg akkor várjuk majd az új lemezt is, és egy emlékezetes bulit majd augusztus 15-én Sopronban. Paul Dávid, Paradise, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Meg önöknek is köszönöm szépen a kitüntető figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra.